trianoni úgynevezett ítélet, tehát a trianoni diktátum idején, amikor elcsatolják a délvidéket Magyarországtól, akkor majdnem lélekszámra, majdnem néhány száz differenciával pontosan ugyanannyi az albán nemzetiség száma, aki a létrejött Jugoszláviában 1920-21-ben, mint amennyi magyar a délvidéken, az elszakító délvidéken, kb. Fél millió, 480 vagy 530 valahány az ebbe, félelmetesen egyezik a kettő. Azóta, mondjuk mostanra, de inkább mondjuk a módszerzat 90-es éveire, az albánok száma meg tízszereződött. A miénk megfelező, sőt a fele alá, mert most már hiszen már nincs 250 ezer magyar a délvidéken. Na most ebből következik, hogy az albánok, vagy az albánság létszáma, vagy lélekszáma, és ennek elkezdtében a jelenléte, hogy így mondjam, Goliótokon, hát az egészen más volt ilyen szempontból, mint a magyaroké. De a magyarokra az is jellemző sajnos, hogy elmondjam, hogy a magyar Goliótok foglyoknak a igen nagy része az értelmiség köréből természetesen a csúcsértelmiségének számított. Úgy a színházigazgatókat ugyanúgy elvittek, mint például a főszerkesztőket, jó nevű írókat, költőket, és ezek igen nagy számban ott voltak Goliótokon együtt a hasonló képzettségű horvát, stb. Tehát ilyen emberekkel, és ahogy mondtam, hogy milyen irodalma van, és ez a talán a legdöbbenetesebb magyar szempontból a Goliótoknak, hogy de az albánokat is mondták, nem ahol mondom az albánok, hogy akkor már leszaporodtak bennünket, tehát ők is többen lettek arányaikban, de ők is foglalkoztak Goliótokkal, hiszen onnan innen tudunk arról, hogy a Hasin Tacsi, a Teki Dervisi, meg a többi albán is ott volt, ezeket meg kellett írni. A mi magyarjaink közül pedig is nagyon sok értelmiségi volt, halálukig lenakatolt szájak őrizték, hogy ők Goliótokon voltak. Egy kumma sort le nem mertek írni a halálukig, egyik sem. Nagyon kevés, mindjárt elmondom, hogy mi történt onnan, ahonnan tudunk valamit magyar vonatkozásban, ami egy döbbenetes dolog, és félelmetesen minősíti a délvidéki magyar nemzetrészt. Az elgyávulást, a rémületet, még az asztalfiókokban se találtak semmit, és semmiféle írót nyomott. Hát most, hogy mennyit én beszéltem olyan magyar, volt főszerkesztőnek a gyerekével, jelenleg a Demokratánál dolgozik a fiú, és az édesapja a haláláig, hát elmondta nekem, rámondta magamra, hogy mennyit mondott el, hát sokat mondok, ha 5 percnyi anyagot jelent az, amit el tudott mondani, hogy ő mit tudhatott meg az édesapjától erről, annyit mert otthon mesélni az apja, aki magas képzettségű vezető értelmiségi volt, és nem volt más a többi sem. Volt egy elég jó költő, délvidéki magyar költő, mindenki megváltoztatta a nevét a szabadulás után, eredeti nem.